Miniszterelnök úr, én egy nagyon egyszerű matek példával készültem mára önnek. Bizony. Hallgassák csak meg. Ön oda megy az utcán 100 emberhez, és megkérdez mindenkit, hogy kérnek-e egy narancsot. A 100 emberből 18 azt mondja, hogy igen, kérek egy narancsot. Maradék 82 viszont nem válaszol önnek, figyelmen kívül hagyja az abszurd kérdését, és tovább sétál. A kérdésem tehát az önfelé, miniszterelnök úr, hogy az emberek hány százaléka kér narancsot? Minden hasonló gyermektett kérdés megvitatására szívesen fogadom az irodámba. Mindig humoros a miniszterelnök úr, csak hogy a szemfülesebbek valószínűleg rájöttek már, hogy ez a történet valójában nem a narancsokról szól, hanem a maguk hazug propagandájáról. Több milliárd forintot költöttek el a most futó kamu konzultációjukra, amit összesen 1,4 millió magyar állampolgár töltött ki, a választópolgárok körülbelül 18%-a. Mégis az egész országban óriás plakátokon hirdetik, hogy a magyarok 97%-a nemet mondott a szankciókra. Több milliárd forint rezzenéstelen arccal hazudnak folyamatosan, aztán döngetik a mellüket, hogy megkérdezték a magyarokat, miközben nyilvánvaló, hogy magukat nem érdekli a magyarok véleménye. De nem elég, hogy milliárdokból hirdetik a hazugságaikat, nem elég, hogy hangosan harsogják mindenhol, hogy a magyarok nem kérnek a szankciókból, mert közben maga kimegy Brüsszelbe és megszavazza a 10. szankciós csomagot is. Az én értelmezésemben két opció van. Nagyon vagy sajnálom, lejárt az időkerete. Ellentétben cselekszik, vagy beismeri, hogy az egész konzultáció és a szankciókról szóló propaganda egy ordas nagy hazugság. Mi az igazság, miniszterelnök úr? Hát én nyilván a korom miatt lassabban haladok, de nem a narancs áráról volt az előbb szó? Tehát ha jól értem, akkor mégsem erről van, a nemzeti konzultációról. A nemzeti konzultációban több mint 1 millió ember részt vett. Tisztelettel köszönjük, hogy részt vettek a konzultációban. A fontos kérdésekben a magyar kormány hasonló szankciókat fog szervezni a jövőben is.